110 német, szlovák, szerb, horvát, román végzős diák, hallgató érkezett pénteken délután a Velencei tó partjára. A nemzetiségi alumni találkozót minden évben a kormány támogatja. A fiatalokat Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte. Évek óta azon dolgozunk, hogy a magyarországi nemzetiségek, akik évszázadok óta együtt élnek velünk, minél inkább erősödjenek, közösségeiket megőrizzék, nyelvüket megőrizzék, kultúrájukat, táncukat, zenéjüket. És ez nem egy öncélú dolog, hanem magyar nemzetet, egész Kárpát-medencét minden erősíti és szépíti. Pénteken este a Mohácsi Pokláde zenekar szerb muzsikával szórakoztatta a közönséget. A kormány 2011 óta ösztöndíjjal támogatja a legjobb tanulmányi eredményekkel rendelkező nemzetiségi diákok továbbtanulását. Először 2021 nyarán szervezte kétnapos alumni találkozót. Soltész Miklós hangsúlyozta, a fiatalok jelenlétükkel is azt üzenik, lehet békében együtt élni a nemzetiségeknek. Egy tényleg szörnyűséges időszakban vagyunk benne, egy olyan háború kellős közepén, amikor tulajdonképp testvérnépek ugrottak egymásnak, és feszültek egymásnak, és pusztítják egymást, akkor még inkább felértékelődik a kisebb nemzeteknek az együttműködése, és nekünk ez a feladatunk, felelősségünk, hogy azokat a fiatalokat, akiket különböző iskolákban, horvát, szerb, német, szlovák, román, vagy bármilyen más nemzetiségihez tartozó iskolába nevelünk itt Magyarországon, ők szeressék és tiszteljék azt a nemzetet, ahol élnek. A találkozón nemzetiségi művészek pódiumbeszélgetését hallgathatták meg a diákok, koncertekkel szórakozhattak, ismerkedhettek, és a sportolási lehetőség is adott volt a fiatalok számára.